abban a pillanatban, hogy a férjem katona és Gázában van, abban a pillanatban nekem megjár a 30% kedvezmény mindenből. Mindegy, hogy mit akarok venni. Mindenki segít, mindenki azt kérdezi, hogy mit tud segíteni. Idegen emberek is. Hát olyan emberek, akikkel nem váltottam életembe két szót, és megkérdez, hogy mit tud segíteni. Hát igen. Hát ezt a fajta összetartást, ez sehol nincs a világon. Te mikor is 94-ben jöttél, ugye? 93. 93-ban? Január végén. És akkor rögtön azzal kezdted, hogy mit csináltál itt? Hát elmentem egy kibucba, ahol elkezdtem tanulni a nyelvet, a hébert fél évig, és onnan megkikerültem a városba, a testvéreimhez, Tiberiaszra. Ők már itt voltak akkor, ugye? Ők már 91-ben aliáztak. Igazából Anikóval beszélgettünk egy csomó mindenről. Itt az, ami érdekes, itt az, hogy ugye te is voltál katona. Igen. Mennyi ideig kellett katonának lenned, mert itt ugye a nők is hat kötelesek. Hát itt a férfiak 3 év, a nők meg 2 év. De ezen kívül minden évben még el kell menni 1 hónapra önkéntesnek. Nem önkéntesnek, hanem tartalékosnak beírnak 1 hónapra. Ez attól függ, hogy 20 nap, 25 vagy 30 nap. Igen, azt mesélte Anika, hogy pont egy ilyen alkalommal, tehát hogy mennyire más mondjuk az izraeli társadalom meg a magyar társadalom, hogy pont egy ilyen alkalommal, amikor be kellett volna egy tartalékosnak, és éppen ki volt emiatt akadva, és a boltban megkérdezték, hogy mi a probléma, és mondta, hogy éppen valahol vagy, hogy akkor mennyire összefogott ott a csapat, hogy 3 hétre bevásároltak neki, meg ilyesmi, tehát ezért ez általános itt, nem? Hogyha segítségre van szüksége valakinek, akkor a többiek összefognak, nem? Vagy ez... Igen, hát itt amikor harckeret szültség van, és ha úgy érezzük, hogy háború van, akkor itt tényleg tehát mindenki összefog, és összetart, és segíti egyik ember a másikat. Főleg akik bevonulnak katonának, és a civilek, tehát folyamatosan mennek, vásárolnak nekik be élelmiszert, ruházatot, mindent, ami szükségük lehet rá, és ezt mind ajándékba odaadják a katonáknak. Aha. Ezt teszik egy helyen, és onnan meg van a szétszórás. Azt is, nem tudom, valaki mondta, hogy Izraelben kb. 8 millió ember él durván. És már több, már majdnem 8,5 millió. 8,5 millió, és a hadsereg az ilyen 6-700 ezer fős, vagy nem tudom mekkora. Szóval arányaiban elég nagy. A pontos számot én sem tudom, de mondjuk azt, hogy Izraelben mindenki, tehát vagy a katonasághoz, vagy a rendőrséghez valamilyen szinten tartozik. Ugye Magyarországon te megúsztad a sereget, vagy ott is volt a katona? Én megúsztam, megkaptam a behívót, azt jöttem ki. Mondtad, hogy inkább ehhez. Ugye Magyarországon eltörölték a sorkötelezettséget a 90-es évek elején, és ez rá is nyomja a bélyegét olyan szempontból az ottani társadalomra, hogy nagyon sokan mondják, hogy a fiataloknak hiányzik az, hogy kapjanak egy, nem is a kiképzés, hanem hogy fegyelmet tanuljanak, hogy közösségi létet tanuljanak. Te hogy látod a különbséget mondjuk az itteni fiatalok és az ottani fiatalok között? Már amennyire látod? Hát az itteni fiatalok, meg az ottani fiatalok mondjuk 18 éves korig szerintem ugyanolyanok, tehát mindegyiknek ugyanazon az agyában, amit csinálnak abban az időben, az években. De itt abban a szempontból jó, hogy miután az emberek elmennek katonának, tehát itt tényleg belenevelik, tehát a... Hát a közösségi szellemet, gondolom, az összetartozást? Pontosan, igen, a közösségi szellemet, az összetartást, tehát az belenevelik, és ez csak utána, a katonaság után lehet vagy jobban érezni, tehát hogy az ember a végén tehát nem balhézik, nem szórakozik, és már próbálja tehát irányba tenni az életét. Tehát itt befejezik a 12 osztályt, egy kicsit még így buliznak, utána 3 év katonaság után meg itt egy fél évre legtöbb katona az elmegy külföldre, inkább Indiába, meg Tájföldre, és miután hazajön, akkor kicsit gyűjt, elmegy tanulni egyetemre, és folytatja tovább az életét. Azt néztem, hogy ugye voltunk a szórakozó helyen,
hogy ott se voltak ilyen balhés alakok, akik így kötek, azért mennének bulizni, hogy balhézzanak. Tehát ez Magyarországra azért sok helyen jellemző, hogy mindig van egy olyan társaság, vagy van egy olyan csoport, aki azért megy egy szórakozó helyre, hogy ott belekössön a másikba, meg balhét kezdeményezzen, és ezt itt nem tapasztaltuk. Gondolom, hogy sokkal szigorúbban lépnek föl ezzel. És attól függ, hogy melyik városban. Tehát mondjuk Eilat az nem pontosan jó példa, mert láthatta a rendőrség nagyon szépen megtisztította az alvilági emberektől. Itt is voltak olyan emberek, hogy mi is mikor mentünk dolgozni, úgy voltunk velük, hogy na, ha most balhé lesz, és akkor mi is szedtük össze a fát, a vasakat, meg mindent, amivel tudunk majd ellenük harcolni. Aha. De ez volt egy ilyen 10 évvel ezelőtt. Aha. És ez lassan a rendőrség, tehát teljesen megfojtotta itt az alvilágot, tehát bezárta itt a kaszinókat, ahova mennek az örömlányok, helyeket bezárták, és aha, így ezért teljesen leapadtak. Aha. Meg rengeteg, tehát a rendőrök teljesen beépítették magukat az alvilágba, és onnan robbantottak szét mindent. Aha. És itt teljesen szétszorodtak a nagy fejesek. A kis katonák azok meg nem volt munkájuk, tehát kénytelenek voltak elmenni valahova robotolni, és úgy ők is teljesen megnyugodtak, így már ők sem mentek szórakozni, és ezért sincsenek úgy nagyobb balhék, hogy ezért kötekedjenek. De azért voltak itt is elég rendes verekedések, meg balhék, két tömegbunyok. Aha. De ez mondjuk egy ilyen 10 év azóta már itt. És Eilat azóta átalakult egy ilyen kifejezetten nyaraló üdülővárossá, nem? Előtt is ez volt, csak az alvilág is ugyanúgy itt megférkőzött. Aha. Ugye, tehát mondhatjuk azt, hogy ha a világ országait nézzük, akkor talán a Izrael az, amelyik a legellentmondásosabb és a legjobban megosztja az embereket általában a világon. Van, aki nem foglalkozik vele, de nagyon sokan ugye negatív véleménnyel vannak, amit egyébként butaságnak tartok. Anikóval is beszélgettünk erről, és kérdeztem azt, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy ekkora antiszemitizmus van a világban. Hát és ez különösen Magyarországra is igaz, hogy ott nagyon sokan, anélkül, hogy ismernék mondjuk a zsidó társadalmat, vagy magát Izrael államot, mégis ez valahol benne van ott egy csomó emberben, és én mindig kutatom a választ, hogy mi lehet ennek a butaságnak az oka. Te ezt látod valahogy, vagy szoktál ezzel találkozni, vagy szoktál ezzel egyáltalán foglalkozni? Foglalkozni sem, meg látni sem látom nagyon ezt a dolgot, de amire én gondolok, ez inkább az irigység. Tehát az izraeliekben benne van az, hogy mindig vigyázni kell, és mindig tartani kell mindenkitől, és minél előrébb kell törekedni, és minél szemtelenemnek kell lenni ahhoz, hogy az ember egyről a kettőre vigye. És tehát a világban ezért is vannak azok, tehát hogy zsidók elég szépen meg tudnak élni, amiből... Igen, hát meg ez az összetartás, tehát tényleg amit én itt a... Az összetartás nem igen, mert azért vannak, tehát a zsidóknál is különböző, vannak különbségek, tehát van az Ashkenazi, meg van a Sfaradi, meg a többféle zsidók. Aha. Csak nekik az, hogy nincs más választás folyamatosan, tehát pörögni kell, folyamatosan, tehát tenni kell azért, hogy legyen valami. Meg mindig előre gondolnak, mindig előre látnak. Aha. És mindig, ha valamit cselekszenek is, előtte átgondolják, hogy oké, valamit megteszek, de akkor mi lesz azután? Aha. Mert bármit meg lehet tenni, tehát az éjszakában, hogy megversz valakit, jó. De és akkor mi lesz utána? Tehát mi a következménye, igen. És ők már a következményen gondolkodnak folyamatosan. Aha. Tehát már nem is az, hogy mi fog megtörténni, ma azt úgyis meg fogják tenni. Aha. Összességében ugye most már 22. 23. évedet éled itt Izraelben. Gondolom nem bántad meg, hogy kijöttél annak idején. Én nem bántam meg. Tehát én úgy gondoltam, ha Magyarországon maradok, akkor nem tudok nagyon érvényesülni. Aha. Mert mi is elég szegény családból származunk, meg mi is gyerekek voltunk, és a szülők úgy nem nagyon figyeltek ránk, és mi is, tehát próbáltunk hajlani a rossz dolgok felé. De itt 180 fok, tehát itt teljesen, tehát a katonaság az teljesen átmosta az embernek az agyát, gondolkodását. Aha. Arról, hogy normálisan, tehát normális életből kell megélni, és nem a utaságból. Azt mondta Anikó, hogy ugye ő is katolikus, meg gyakorlatilag te is katolikus vagy, hogy ő nem akar minek mondják ezt, átkeresztelkedni, vagy áttérni, vagy
vagy mi, és az állad, ez hogy van? Tehát gondolom, te sem, vagy maradtál katolikus, vagy át? Nem, hát mikor még gyerekek voltunk, tehát minket kikereszteltek, de csak azért, mert a szülők meg a nagyszülők féltek attól a dologtól, ami volt második világháború, hogy elhurcolják a zsidókat. Ezért Magyarországon, tehát majdnem a 80%-a, akik zsidók, tehát a szülei kikeresztelték őket, hogy ne legyen nekik probléma ebből. Aha. Tehát ha lenne egy ilyen kis gond, akkor lássák, hogy be van írva, hogy, hogy meg van keresztelve, vagy ő keresztény. De mondjuk én a zsidó vallást nem tartom. Most 4 hónap alatt fölhúztak megint egy 90 kilométeres szakaszt a Jordán határon. De a kerítés mondod, hogy az utat? Kerítés. Kerítés mellett a szervizút. Minden. Ez egészen Gázáig, a földközi tengerig fölmegy. És kapcsolat van az egyiptomi és az izraeli járőrök között, gondolom van, nem? Nincs semmi? Mindenkit végzi a maga dolgát, és hát meg is szól a hírszerzésen keresztül, de tehát közvetlen kapcsolatuk nincs. Tehát, hogy nincs, oda megyek, az dumálok a nézővel, a Hassannal, mert az jó fej, és... Nem, vakitokizok vele. Igen. Azt is kérdeztem annak idején, hogy Eilatban hány magyar él, és mondta Anikó, hogy kb. 700-an vagytok. Jellemző az itteni magyarokra, hogy valamennyien szinten összetartanának, vagy? Én szerintem nem 700-an vagyunk, szerintem vagyunk ilyen 350-400-an. Aha. Az összetartás, az meg szerintem ez úgy inkább kisebb csoportok vannak, tehát inkább tehát 10-15 fős magyarok, akik ugye egymással kapcsolatban vannak folyamatosan nap, mint nap, a munkájuk kifolyólag, vagy ahogy segítségre van szükségük van, tehát inkább kisebb csoportok, de az, hogy összefogás, az sajnos nincs. Akkor az itteni magyarok, tehát nem is tudom, hogy ők elsősorban most zsidóknak tartják magukat, vagy magyaroknak, vagy ez hülyes kérdés, tehát nem tudom. Tehát... Hát én nem tudom őszintén. Mert ugye a magyarokra meg pont ez jellemző a világban bárhol, hogy nem nagyon tartanak össze. Ellentétben mondjuk a zsidókkal, akik viszont nagyon összetartanak bárhol a világban, akkor ezek szerint ez itt is jellemző, hogy nem nagyon keresik egymással a kapcsolatot. Nem keresik egymást, mert akik régebben itt vannak, sok rossz tapasztalatot kaptak, akik újonnan jöttek ide. Mert akik kijönnek ide újak, tehát nem beszélik a nyelvet, rengeteg segítségre van szükségük, és a régiek meg az elején még úgy próbálkoznak, segítenek hogy az újokon, de az újok meg nem is veszik észre, de minél többet és minél többet követelnek, és tudod, ez így az embernek a saját életébe ez így zavarja őket, és akkor inkább félreállnak. Hát egy eléggé speciális helyzetben lévő város, hiszen 250 kilométerre van a következő város innen. Tehát így mondhatni elég elszigetelt, hiszen két oldalról kerítéssel van körbevéve, Jordánia és Egyiptom. Ez nem zavarja az itt lakókat, hogy egy picit ilyen bezártságérzetük lenne, vagy nem tudom. Én nekem furcsa lenne, hogy egy ilyen kisvárosban itt élek, és gyakorlatilag a semmi vesz körül. Vagy ez hogy van? Amit ahogy én látom, én gondolom, hogy én tapasztaltam, tehát először is ebben a városban mindenki beleszeret. Aha. És ha valaki dolgozik Eilaton, akkor itt bőven boldogan el tud lenni.
és jól tudja érezni magát, és nem érzi magát abba tényleg, hogy egy kis börtön, vagy egy kis falu, hogy minden távol van, és tehát zárójában a civilizáció itt szinte nem található meg, vagy ha meg is található, akkor mindenből csak egy. Tehát múzeum, színház, mozi, tehát mindenből csak egy van. Aha. Inkább úgy mondanám, ez egy nagy falu, mint hogy város. Igen. De viszont én azt látom, hogy még potenciális lehetőségek vannak a turizmus fejlődésében, tehát még sok mindent ki lehetne hozni ebből a helyből, vagy a környékből. Gondolom ez a fejlődés ez lesz is továbbiakban, vagy te miket látsz ebben, hogy... Most a várost felszeretnék, tehát most körülbelül legyen 50-60 ezer fő lakik itt Eilaton, és ők szeretnék azt, hogy legyen millió vagy 150 ezer fő. De most ahhoz, hogy legyen 150 ezer fő, szerintem nem elég csak a turisztikára alapozni, mert vannak olyan időszakok, tehát, hogy teljesen nincs turizmus, egyáltalán nincs munka. Aha. És így akkor az emberek nem dolgoznak, tehát akkor mindenki elmegy innen, mert ha itt nem dolgozok, akkor megolandulsz, tehát itt be tud kapcsolni az ember. Hát a főszezon itt az mondhatni, hogy novembertől márciusig tart? Nem, a főszezon az inkább nyáron van. Nyáron? Nyáron, igen. Mert ugye azt gondolná az ember, hogy amikor nyáron, mondjuk Európában, Dél-Európában is jó az idő, akkor mi a fenének jöjjön ilyen messzire, ahol ráadásul 50 fok van, és ide tényleg akkor érdemes jönni, amikor máshol rossz idő van. Itt meg jó, ugye most február 20-a van, és most is 25-30 fok van kint, lehet fürdeni a tengerben. Azért ezt mondjuk Európában mostanság nem nagyon lehet megtenni. Hát igen, én is egyetértek ezzel, de mondjuk tehát a turisták, akik külföldről jönnek, az inkább igen, tehát téli időszakokban jönnek, hogy elmeneküljenek a tél elől, és egy kis napfényt, napsütést, tengerpartot éreztessenek maguk alatt. Aha. Nyárban meg inkább az izraeliek, akik jönnek le. Tehát a nyári szünetben a fiatalság, és így fölosztva inkább nagyobb ünnepekkor, tehát az egész ország. Tel Aviv környékére, meg Jeruzsálem, vagy az egész ország részéről. Tehát ugyanúgy a nagyon vallásosak, a nem vallásosak, akik mindenki jön le. És Eilat meg mindenkinek meg tudja adni azt az igényt, amire szüksége van, főleg a szállodák. Hát főleg itt ugye orosz meg francia turisták vannak egyébként, vagy van mindenféle? Orosz, francia, finn, lengyel, most már magyarok is. Aha. Azért a Ryanair azért sokat dobott ezen a történeten, nem? Tényleg a városban, a város központjában lévő reptér sorsa az mi lesz? Az megtartják? Vagy amikor megépül az új repülőtér, akkor azt ott megszüntetik? Vagy nem tudsz erről? Megszüntetik, luxus szállodákat akarnak oda építeni, a tengert be akarják vezetni, hogy az ember a szállodából egyből a tengerbe tudjon menni, és onnan be teljesen a nyílt tengerre. Tehát ez a terv, meg egy nagy előadó termet is akarnak oda építeni. De a kérdés az, hogy lesz annyi ember itt, amennyire ők számolnak, tehát hogy fölfejlesztek. Tehát itt a hat kötelezettség a férfiaknak is, és a nőknek is van. Ezt a Pétertől. Miért? Te is tudod, de te... Nem, ezt a Péter jobban tudja. Nem akarok hülyeségeket mondani, tehát inkább a Pétertől. De mondtad, hogy 13 éves koruktól 13 éves koruktól kezdve teszteket kell kitöltsenek. Tehát ilyen katonai teszteket szoktak csinálni, amivel kiszűrik, hogy ki melyik katonai pozícióra lesz alkalmas. Akkor mondhatjuk, különböző hogy felmérések vannak. Az izraeli társadalom a modern Spárta, vagy a modern porosz? Igen, igen. Porosz modern társadalom? Spárta. Modern Spárta. Spárta. Igen. Azzal a különbség, hogy itt nincs Taigetosz, és nem dobálják le az embereket. Taigetosz nincs, dobálni nem dobál, de nem dobálják az embereket, de ugyanakkor nagyon erős szelekció van. És mi van a gyengékkel? Nevetni fogsz, de a gyengéket is tudják használni, még a hadsereg is tudja használni például az enyhe fogyatékosokat, különböző részfeladatokat bíznak rájuk, akár számítógépes feladatokat, akár kiszolgáló feladatokat. Latrina pucolás. Nem feltétlenül latrina pucolást, de mosodába. Aha. Vagy... Hát hattán. Igen, tehát vagy kaját osztani, vagy konyhára, tehát be tudják őket rakni, és be is rakják,
Tehát attól, hogy valakinek csökkent a munkaképesség, az nem azt jelenti, hogy neki akkor ott el kell temetkezni. Amikor a boltban, ahova bementünk vásárolni, ott is vannak csökkent munkaképességűek, a pénztárosok is csökkent munkaképességűek. Amikor valaki katona, akkor ugye az nagy jövedelem kiesés a családnak. Tehát ők kapnak pénzt azért, mert vagy valami zseppénzt kapnak? Hát valami zseppénzt kapnak, nem egy egetrengető nagy összeg, tehát nem vágja őket földhöz. Viszont majdnem minden katona, tehát a fiúk többségében, az általam ismert katona fiúk mind dolgoznak a szabad idejükben. Tehát amikor hazajönnek eltávozásra, akkor mennek dolgozni. Aha. Olyan hosszú az eltávozás? Hát hazajön egy hétvégére, tehát egy 3-4 napra, és akkor elmegy esténként mondjuk diszkóba, vagy elmegy az élelmiszerboltba, ahol korábban dolgozott, és akkor biztonsági őrként, vagy boltosként, árufeltöltőként, akármiként dolgozik, és megkapja ugyanúgy a pénzt. És amikor eltávra jön, akkor hozza a fegyverét, vagy akkor nem hozza? Igen, tehát aki olyan alakulatban van, hogy fegyvert köteles hordani, ő hazahozza a fegyverét, hazahozza a tölténytárat, és akárhová megy, vinnie kell magával, mert ugye nem hagyhatja őrizetlenül a fegyverét, és addig, amíg ő sorállományú katona, addig nem is maradhat el a fegyverétől. Aha. Tehát itt nem szokatlan a látvány az sem, amikor 19-20 éves leányzók lemennek a tengerpartra bikiniben és strandpapucsban, és ott dolg a vállukon katonalány is vinnie kell a fegyvert? Igen. Ennyire vinnie kell, hogy nem hagyhatja otthon, ha nem megy a fegyvert? Nem. Hát nem hagyhatja őrizetlenül. Nem hagyhatja el a fegyverét. Neki kötelessége mondjuk fegyvert hordani. Úszni nem tud bemenni, mert akkor nem tudja vinni a fegyverét. De viszont kedvezményt kapnak, nem? Tehát utazásba, meg egy családtam tegnap is kiírva, hogy a katonáknak 10% kedvezmény a kajádába, meg ilyenek. Igen. Tehát ez ilyen normális dolog. Tartottunk, hogy a kiképzésben menj. Hát mondjuk nincs összehasonlítási alapod, mert nem Magyarországon nem voltál katona, de maga a szivatások, az azt mondanik, hogy itt nem nagyon jellemző. Itt nem nagyon jellemző. Tehát itt a katonák, akik elmennek kiképzésre, a harci kiképzésre mennek, tehát az egy fél éves kiképzés, tehát ott nagyon megy a disztánc, tehát az a... Hogy nem is tudom, hogy mondjam magyarul. A távolság, disztánc, hosszú távon így mentek a sivatagban, meg ilyenek, vagy? Nem, a disztánc, tehát az a tiszt és a katona között. Ja, a távolságtartás. A távolságtartás, az nagyon erős, tehát nem engednek a katonáknak, hogy közelebb kerüljenek hozzájuk érzékileg. Aha. De miután befejezték a kiképzést, a fél évet, akkor van nekik egy ilyen menet, attól függ, hogy milyen egységnél szolgálnak, ez egy ilyen 30 és 90 kilométer között gyalogolnak. Aha. És miután befejezték ezt, és megkaptak azt a színű sapkájukat, ahova tartoznak, akkor ez teljesen feloldódik az egész. Tehát jó barátok lesznek. Ugye? A tisztek, meg a tisztiképzők, akik a katonákkal foglalkoznak. Tehát ők folyamatosan együtt vannak. Tehát akik elkezdik a kiképzést velük, azok 3 éven keresztül, tehát együtt vannak, egy csapat vannak. És itt azért én szerintem azért sem szivatják itt a katonákat, mert itt nem az a lényeg, hogy szivassák a katonákat, hanem az, hogy ha véletlenül elesik az egyik tiszt, vagy az egyik parancsnok, akkor az a másik katona, aki megkapta ezt a kiképzést, akkor kézbe tudja fogni a dolgot és vinni tovább a csapatot. Tehát nem széthullani, szétesni, vagy rossz akaró lenni a tisztnek, mert hogy folyamatosan szivatták. Tehát itt szerintem nincs egyáltalán. Ami nagyon különleges itt, hogy ugye itt a nők is hadkötelesek. Igen. És szerintem ez... A férfi a katonaságáról, arról nagyjából van elképzelése mindenkinek, de itt a nők, vagy lányok, vagy nem tudom, ők is ugyanolyan kemény kiképzésen mennek át, mint a férfiak, vagy ez változó? Ez változó. Tehát vannak olyan alakulatok, tehát lányalakulatok, hogy ugyanazt a kiképzést megkapják, mint a férfiak. Tehát ugyanolyan kemény kiképzést, és ugyanúgy nekik is, tehát valamikor 72 órát nem fürödnek, és kint vannak a világ végén, és csak ott fekszenek, és csak csinálják a parancsot, amit adtak nekik. De vannak a másik fele többnyire, tehát a lányok, akik inkább konyhán vannak, vagy irodákban vannak, vagy információ, logisztikai, tehát inkább kevesebb fizikai munkát csinálnak.
magyar. De vannak ugyanúgy lányok, akik a tankosoknál vannak, és ugyanúgy megevelik ők is az ágyút. Aha. Magyarországon azért nagyon jellemző volt az, hogy sokan próbálnak kibújni a katonaság alól. Gondolom ez itt föl sem merül, tehát itt teljesen más tudatossága van az embereknek, hogy itt is vannak olyanok, akik... Persze, itt is vannak olyan férfiak, akik, hogy nem elsőnek katonának, megjátszák azt, hogy buzik, homoszexuálisak. Aha. És ez egy ideig működött is, még a katonaság ki nem találta, hogy jöhetek ugyanúgy homoszexuálisokat is elvisznek katonának. Megpróbáltak, voltak olyanok, akik, tehát ha beházasodtál, elvettél lányt feleségül, akkor se neked, se a lánynak nem kellett venni katonának. Tehát itt is voltak próbálkozások, tehát itt is ugyanúgy emberek élnek ebben az országban. Aha. De a legtöbbje tehát más szellemmel van, tehát legtöbbje már más állátással van, tehát miután kezdi befejezni az iskolát és látja, hogy aki egy vagy két évvel magasabb osztályba járt, és ők már mennek katonának, és is, hogy ők már katonák, tehát ez nagyon motiválja az embereket, hogy ők is menjenek, és ők is tehát harcoljanak azért az országért. Mert menni, tehát a zsidóknak nincs hova menniük, tehát ez az egy hazájuk van. Igen. És ezt tehát gorombgyörömmel, garommal megfogják és tartják. De most úgy viszonylag normalizálódott a helyzet mondjuk Egyiptommal meg Jordániával itt a két környező országon, nem vagy ez? Jordániával eddig se volt gond, meg ugye Egyiptommal se, tehát miután befejeződött a Egyiptommal a háború. Az a 6 napos 67-es? Igen, ez a 6 napos háború. És miután visszaadtuk nekik a Sinai félszigetet, mert nem tudtunk volna mit csinálni ezzel, meg rengeteg beduin törzs volt ott, tehát Izrael nem akarta egyáltalán bevállalni ezt a Sinait, de visszaadtuk. Meg természetesen, tehát vannak olyan dolgok, amiről még én sem tudok, két ország közötti kapcsolat, tehát információ átadás, hogy tehát inkább együtt vannak és inkább összefognak, hogy most nézzük a világ helyzetét, ezt a rengeteg terroristát, ahol ugyanúgy, tehát Egyiptomban, meg más országban mindenhol megtalálható, tehát mindenki fél és tart ettől. Aha. Izrael meg nagyon fejlett, tehát hogy hívják? Hát a titkos szolgálat az a legfejlettebb a világon. Nagyon fejlett és folyamatosan, tehát informálják a körülöttünk levő országokban a az ottani politikusokat, vagy akik ezzel foglalkoznak, hogy mi lesz, hogy ki, hogy ne legyen tehát terror támadás, és ne kerüljön Egyiptom vagy Jordánia olyan helyzetbe, mint Kadhafinál, tehát Luft. Értem. Meg Szíria, meg egyébként Libanon. Neked tehát volt olyan, ami mondjuk amikor katona voltál, vagy amikor tartalékosként elmentél, hogy na, nagyon-nagyon kemény helyzetbe kerültél, és ilyen húzós volt a szitu. Tehát van, volt ilyen neked? Tehát amire így visszaemlékszel? Én nem tudom, hogy húzós volt, mert én soha nem foglalkoztam vele. Persze, én is voltam olyan helyzetben, tehát hogy lőttek ránk, és menekülni kellett, meg lefeküdni, de úgy... Tényleg, te mi voltál? Tehát milyen fegyvernemnél, vagy ha lehet erről beszélni? Én a Nahalban voltam, mint sofőr. Harcosoknál, tehát én folyamatosan a harcosokkal voltam, folyamatosan oda mentem, ahova őket kivezényelték, és mondjuk, tehát én nem voltam olyan bevetésem, mint ők, de én is ugyanúgy voltam, tehát meleg helyzetekben. Az elején, a legesleg elején, még mikor még nem vonultunk ki Libanonból, tehát akkor ugyanúgy én is voltam bent Libanonban, de akkor nyugi volt, ott nem volt meleg helyzet. Anikónak már nem kellett katonának menni ebben a... Anikónak nem, tehát általában aki beházasodik Izraelben, tehát őt nem viszik el katonának. A lányok, akik 20 év fölött jönnek az országba, mint bevándorlók, szerintem nekik se kell ugyanúgy elmenni katonának. Aha. A férfiak, akik ilyen 20-22 évesen jönnek már, tehát nem 18 évesen, tehát már őket se viszik el 3 évre katonának, ha ő különösen nem kéri meg, hogy ő szeretne elmenni katonának, vagy harcosnak. Tehát aha, inkább akkor behívják őket egy fél évre, másfél évre, vagy csak egy 3 hónapra. Attól függ, hogy milyen korosztályban van az ember. Szamár kibuc. Igen, ez a régebbi fajta. A kibucokról, amit fontos tudni, hogy mindegyik körbe van kerítve, körkörösen építkeznek,
központi épületek vannak mindegyikben. Központi épületek, étkező, irodák, óvoda, orvosi rendelő. Tehát ez egy kis falu gyakorlatilag? Tehát gyakorlatilag igen, ez egy kis falunak számít. Változó a létszáma, 350-től 7-800 főig működik a kibuc rendszer. Tudni kell, hogy nem mindenkinek kötelező dolgozni, tehát minden munkaképes embernek kötelező dolgozni napi 8 órát, heti 6 napon keresztül. Fizetést nem kapnak, fizetés helyett van zseppénz, illetve ingyen van nekik a lakhatás, tehát bárki, aki itt lakik egy kibucban, ingyen lakik, ingyen használja az áramot, a vizet, minden egyebet. Nagyon sok kibucban van medencet. Az egyebek alatt azt értjük, hogy mondjuk internet, tévé, telefon? Tehát kapnak ilyen 1200-1500 sékelnyi zseppénzt kapnak, és abból kell fizessék a telefont, az internetet, aki tévé előfizetést akar csinálni. Nagyon sok fiatal Amerikából, illetve Nyugat-Európából, akik bevándorolnak, alijáznak Izraelbe, hazatérnek, ők kezdik az életet egy kibucban, mert sokkal hamarabb megtanulják egy ilyen zárt közösségben a nyelvet, mint hogyha beiratkozik egy nyelvtanfolyamra és eljár munka mellett. Tehát ledolgozza a 8 óráját, hazamegy, pihen, ha akar, elmegy kirándulni. Vannak a kibucnak saját autói, tehát hogyha elakarunk... De az is közösségi tulajdonban. Az is közösségi tulajdonban van, igen. Tehát meg... Étkezése biztosítva, szállása biztosítva, gyakorlatilag semmilyen felelősség nincs a nyakában. És milyen munkák vannak itt a kibucban? Tehát... A kibucok vagy növénytermesztéssel, vagy állattartással foglalkoznak, néhány kibuc foglalkozik turisztikával, tehát van olyan kibuc, ahol van szálloda, vagy adnak ki apartmanokat, aki a kibuc feelinget akarja átélni. Aha. És a kibuc tehát a vezetőket hogy választja meg? Mert nyilván valaki hoz döntéseket, vagy van valami szabályrendszer? A kibucokat alapítják, tehát adományokból alapítják. Aha. Tehát az összes Izraelben fellehető kibuc mindegyik adományokból alapult. Általában az alapító először ugye kijelöl valakit, egy-két embert, akik a kibuc vezetésével foglalkoznak, és azon túlmenően, tehát aki leköszön, tehát hogy valaki el akar, a kibuc vezető, ha el akarna menni a kibucból, akkor általában ő szokott kinevezni maga helyett valakit. Tehát akkor ez ilyen kinevezés? Átadja tehát nem az van, hogy demokrácia is megválasztjuk a vezetőnket? Ha úgy kerül ki a képből a kibuc vezető, hogy elhalálozik, akkor természetesen megszavazzák. És nincs olyan, hogy egy kibuc mondjuk szarul működik, de nem lehet leváltani a vezetőt, és akkor mi történik? Elnéptelenedik? Vagy akkor elmennek az emberek? Vagy akkor hogyan hatnak a vezetőre? Van egy országos szervezet, tehát van egy országos kibuc központ. Aha. És tehát, hogyha valami gond, probléma van, akkor nyilván azokhoz is lehet fordulni. Hogyha nem tudnak, tehát ott is neveznek ki, tehát onnan is nevezhetnek ki egyébként kibuc vezetőt. Az állam támogatja a kibucokat? Igen, tehát az állam támogatja a kibucokat, tehát ott létszámtól függ, tevékenységtől függ, hogy mennyi pénzzel, hogyha nagyon, nagyon nem működik egy kibuc, akkor inkább bezárják. És hogyha valaki ide be akar jönni, akkor van valami próbaidő, hogy na, akkor most van... Nem, próbaidő nincs, tehát viszont várólisták vannak majdnem mindegyik kibucban. És országosan hány ilyen kibuc van, azt tudod körülbelül? Nem tudok válaszolni. Nem tudsz válaszolni, aha. Aha. És akkor ez a kibuc, Ez a kibuc tehén tartással foglalkozik. Itt van Nemesz egy másik nagy kibuc, Jotveta. Nekik van tejfeldolgozó üzemük, tehát csak a kibucok egymás közt is... Tehát gyakorlatilag az egy nagy jotvetai kibucot nagyon sok kisebb környező kibuc kiszolgálja. És kibucok azok ilyen profitorientáltak egyébként? Mert mondjuk... Nem feltétlenül, de nyilván az önfenntartás a nyeresség, tehát elsősorban az önfenntartás.
de nyilván törekszenek arra, hogy nyereségesen zárjanak minden évet, mert abból tudják fejleszteni a kibucot, illetve felújítási munkákat és egyebeket abból tudnak elvégezni. Aha, tök jó. Tehát itt ez a kibuc konkrétan, ahol most vagyunk, ők teheneket tartanak, elég sokat. Aha. És tej hát gondolom, termelésre igen, tartják igen. A teheneket, mert ugye van a másik féle. Aha. Északon, fönt az ország északi részében nagyon sok kibucban hús miatt tartják az állatokat. Én azt olvastam, hogy egyre kevesebb kibuc van. Hát igen, mert tehát amelyik kibuc nem életképes, azt megszüntetik. Aha. Az átalakul, legtöbbször át szokott alakulni mosávvá, tehát ez úgy ja, néz igen, ki, ez hogy a mosáv. A mosáv az majdnem ugyanaz, mint a kibuc. Tehát viszont ott nincs ez a nagy közösség, tehát itt nem mindenki együtt teszik, és közös kaja, és közös akármi, hanem ott a régi kibuc lakókat, tehát hogyha kevesen maradnak, vagy külsős valakik megvásárolják a kibuc területét, illetve az ott található házakat, akármit, és akkor a központi épületeket használják ugyan, de ott nem, már nem szelektálódnak családonként, tehát stb. Ott megveszi mindenki a házat, ott mindenkinek saját tulajdona van. Aha. Amit utána bérbe tud adni, illetve a mosavoknál még van egy olyan, hogy nagyon sok kibuc vezető azt csinálja, aki, tehát a régi kibuc vezető, hogy több házat megvesznek, vagy, uh-huh. vagy a mosáv, tehát a kibuc maradékából, amik megvannak házak, több ház, az alkalmazottakat, mert ugye ők már akkor alkalmazottakat foglalkoztatnak uh-huh. fizetésért, ott van olyan, hogy kiadják az alkalmazottaknak a házat, ha a házaspárból, tehát alapvetően házaspárok mennek mosávba, illetve családok. Ha a házaspárnak csak az egyik tagja mosáv alkalmazott, akkor ők szokták azt csinálni, hogy a másiknak, tehát a házaspár másik tagjának fizetni kell valamennyit. Hogyha mind a ketten a kibuc alkalmazásában állnak, akkor természetesen ingyen laknak. De az áramot, a fizetés, minden más, tehát a rezsit azt fizetniük kell. Uh-huh. De fizetést kapnak. Ja. Tehát ilyen 5-6 ezer sékel körül. És mondjuk a kibucokban csak azok jöhetnek, akik így aliáznak, tehát akik hazatérnek, úgymond? Nem, vagy, bárki, hogyha bárki, van egy... bárki bejelentkezik egy kibuchoz, hogyha van ülesedés, akkor ő szeretne jönni, akkor amint van ülesedés... Aha. Akkor, mert vannak ilyen van ülesedés, fiatalok, akik úgy járják a világot, hogy ilyen közösségekben elhelyezkednek, meg van a szállásuk, kajájuk, dolgoznak, valami pénzük is van, és akkor így körül tudnak nézni az adott helyen. Igen, csak Izrael ebből a szempontból nem úgy működik, mint általában az országok a világ többi részén, mert ugye Izraelben nagyon, nagyon szigorúan veszik a itt dolgozó embereket, tehát munkavállalási engedélyt nagyon nehezen adnak ki, aha. illetve általában arra szoktak kiadni munkavállalási engedélyt a törvény szerint, hogyha a munkáltató maga kéri, hogy ő arra a munkakörre, ő azt az egy embert akarja fölvenni. Tehát így adnak ki munkavállalási engedélyt, amúgy nem szívesen. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki kitalál egy kibucot, akkor kell egy jó üzleti terv, hogy mit akarsz csinálni, mert különben... Igen, van olyan is, hogy tehát mostanában is alapítanak újabb közösségeket, de azok már inkább mosávrendszerben működnek. Aha. Aha. Mert hogy az ugye kifizetődőbb, tehát hogyha valaki nem igazán illeszkedik be a közösségbe, akkor ugye mosávrendszerből sokkal könnyebb kirakni. Ez azért érdekes, mert Magyarországon ugye a sok munkanélkülit egy csomó, tehát egy ilyen rendszerrel be lehetne vonni ilyen közösségi bármibe, ugye, hogy működjön. Régebben működött ez a TS rendszer, tehát ott a faluk hasonló volt. Igen, de a magyar emberek azok én szerintem nem tudják fölvenni ezt a ritmust, hogy nincs tulajdona effektív, hanem csak kap valamennyi kis költőpénzt, tehát... Jó, de személyes, tehát egy laptopon, meg egy mobiltelefonon. Persze, vannak lehet. Személyes tárgyék nyilván, tehát vannak a kibucokban olyanok is, bejönnek családok, vagy bejön akár magánzó is, hogy van autója, mert van pénze, egyáltalán... Amit még a frissen aliázottakról érdemes tudni, az az, hogy akik frissen jönnek,
ők kapnak 6 hónapig ilyen alia pénzt. Aha. Amit... Mondjuk az 1200 sékel, az nem túl sok pénz tekintve. Nem, hát de, a... de úgy, hogy megvan a szállása, megvan a kajája, igazából... tehát reggeli ebéd vacsorája megvan. Ha megebédel, ebéd utána egy adag kaját még be tud vinni, vagy egy pár szelet kenyeret felvágottat be tud vinni. Van minden mosávban bolt is, tehát és nem aranyáron árulnak. Aha. Tehát tud venni magának akár gyümölcsöt, akár felvágottat, de azt meg is kapják. Aha, tök jó. Tehát az 1200 sékel az gyakorlatilag tényleg csak költőpénz. Igen, igen. Igen, amit mondasz a gondolkodásban, hogy nincs saját tulajdonom kvázi, tehát effektíve a tehát ház nem az enyém, nem enyém az autó, ami és esetleg... És nincs felelősségem, igen, tehát ezt a felelősséged nem... van, mert ugye a közösségi szemben tartozom. A közösséggel szemben, igen, de a saját életemmel szemben, tehát gyakorlatilag kötetlenül élnek. Aha. Tehát nem viszi haza a gondját, nem problémázik rajta, tehát egyszerű életet élnek. Gondolom inkább a fiatalok körében népszerű a kibuc életforma. Igen, tehát azért mondom, hogy Amerikából és Nyugat-Európából, akik bevándorolnak, az ő körükben nagyon népszerű. Illetve még egy szempont, ami miatt nagyon sok fiatal megy be kibucba, az az, hogy... tehát mondom, kapják ezt az alia pénzt 6 hónapig, ez fejenként most jelen pillanatban 2016-ban 2800 sékel. Az már azért jobb. Tehát azt 6 és akkor emellé még megkapja? Utána még 6 hónapig kapja ennek a felét, tehát aha, még 1400 sékelt. És azért egy év alatt fel tud halmozni egy kis tőkét magának, amivel aztán, amikor indít egy vállalkozás, vagy valami. Megtanulja a nyelvet, megismerkedik az országban dívó szokásokkal, az emberekkel, a mentalitással, tehát fölveszi ezt az izraeli ritmust, és akkor utána eldönti, hogy mit kezd azzal a kis megtakarított pénzével. Aha. És az aliázók fél évig ezt kapják, és mellette még meg is kapják az 1200-at, hogyha ide beköltöznek? Igen, igen. Tehát akkor az már 2003, az már 4000 sékel. Ha valaki nem kibucba jön, hanem csak simán bérel egy lakást, akkor ő neki ugyanúgy megjár az alia pénz, és mellette megkapja a fizetését. Aha. Természetesen. Aha. Tehát ez ilyen segítés, hát, szociális szempontból arra. Sokkal emberibb ez az ország, mint akár Magyarország, tehát ilyen szempontból, nem? Igen, tehát nem nagyon-nagyon alacsony a munkanélküliségi ráta, tehát ilyen 6% körül van. Aha. Pont azért, mert tehát gyakorlatilag, ha valaki dolgozni akar, talál munkát. Itt nem jellemző az, hogy az emberek válogatnak, hogy én nem megyek el takarítani, én nem csinálok ezt, én nem csinálok azt. Tehát itt az van, ami van. Tehát a munka közvetítő is oda kiküld, ami belefér a te, tehát fölmérik, hogy milyen tudásod van, mit tudsz csinálni, mihez érthetsz, és akkor bekínálják az ajánlatokat. Aha. Viszont ha elutasítod akármelyik munkaajánlatot, akkor onnantól fogva nem kapsz munkanélküli segélyt. Világos. Világos. Teljes, itt nem probléma az, hogy a 7-6 napján 8 órát dolgoznak? Mert ugye Magyarországon 5 napos munkahét van és 2 szabad nap, itt ez nem lázadnak az emberek, hogy annyit nem akarunk dolgozni? Vagy ez annyira megszokták itt Izraelben, hogy csak 6 napot szabad napon van? Ez a természetes, hát másfél szabad nap van, mert ugye péntek délután, 2 óra után áll le gyakorlatilag az élet. Nem lázadnak ellene, mert tehát elég az a másfél nap, hogy kipihenje, meg itt ugye nem viszik haza a problémát, tehát eljön a munkahelyéről, bezárja az irodaajtót és kész, és utána nem gondolkodik rajta tovább. Hát tehát meg nem kell napi 10-12 órákat dolgozni. Nem, van, aki dolgozik 10-12 órát, de az az ő döntése. Aha. Hogy ő de az, nem, nincs rákényszerülve. Nincs rákényszerülve, tehát nem kényszerűség. Csinálja, tehát nem azért, mert kötelezik rá, hanem azért dolgozik annyit, mert ő azt választja. Aha. Aha. Jó, menjünk, mert itt ne untassuk a csajokat, aztán majd még úgy is kérdezek itt. Jó. Nem csak a kibucról, meg mindenről, mert ez annyira érdekes, tehát ez ugye ezekkel mi foglalkozunk ilyen közösségi kérdésekkel, és ez egy minta gyakorlatilag. Igen. Amit vagy követ az ember, vagy nem követ az ember, de mindenképpen ötleteket meríthet belőle. Mehetünk. Köszönjük is el. Ez itt egy buszváró. Aha. Egy... Olyan, mint a...
vályogból van. Vályogból. Tudod, van az a mi szuper vályog. Szuper, igen. Szuper beton? Nem, azt ilyen tömlőkben, ilyen zsákokba rakják. Beledöngölik, és így körbe abból csinálják a falakat. Hát vannak, tehát nagyon vegyes ebben a kibucban a házak, nagyon vegyesek, nem tudom ezt jól elmondani. Ez mobilház, ha jól látom. Ezek ilyen mobilházak, igen, tehát ez a kibuc bővítési programban volt benne. De kint van a mosogató, meg minden. Igen, tehát itt évente néhány napot esik az eső, tehát esik 10 percig az eső. Most át van maradt a szem. Semmi baja nem lesz, maximum nem lesz poros a tetej 3 percig. Igen. Tehát itt ez nem probléma senkinek, hogy kint van a mosógép, hát nem bent foglalja helyet. Tényleg élhető közösségek. Meg tényleg, tehát az egyedülállóknak is megvan a szempont, hogy miért jönnek ide, aha, illetve a családosoknak is, mert azért mégiscsak nyugodt, kiegyensúlyozott környezetben élnek itt a gyerekeiket, tehát nyugodtan tudják nevelgetni a gyereket. Itt ugye nem probléma, hogy a gyerek kimegy, szaladgál, elmegy, és majd csak egy óra múlva kerül elő. Hát ez nem olyan, mint egy nagyváros, hogy kergetni kell a gyereket, hogy nem szabad lemenni. Meg biztonságban van. Tehát biztonságban van. Körbe van kerítve, nagyon kevés kibucba lehet bemenni úgy, hogy csak úgy bejövünk. Tehát engedélyköteles, tehát engedélyt kell kérni. Na itt a cicis ház. Cici! Na, ezért. Hát ez olyan, mint a szupervályog. Ez egy 1957-ben épült hagyományos kibucz. Hát én is kibeltem a teraszon. Járunk el. Meg a babakos. Tehát ezek már az ellenes csendes házak. Jó, de éjszakára csak nem csapott ki. Itt szabadság van? Tehát ugye Magyarországon valami 20 nap jár átlag, vagy itt hogy van? Tehát hogyha valaki el akar menni nyaralni, vagy valami. Itt is megjár a szabadság, tehát itt is megvan a szabadság. Viszont tehát ami kérdezted az előbb, ugye a 6 napos munkahetet, itt azért nem fáj ez annyira, mert rengeteg az apró kis ünnep, amikor így egy-egy nap még pluszba bejön szabadságnak. Aha. Illetve tehát vannak a nagyobb ünnepek, amikor gyakorlatilag csak ilyen félgőzzel megy minden. Aha. És tehát csak a legszükségesebbek, tehát a benzinkutak vannak nyitva, az éjjel-nappali boltok, aha, a bankok délelőtt vannak csak nyitva, tehát ilyen 3-4 órát. Az országi falunak felel meg azok a kibucok, meg a mosavok. Igen. Csak sokkal közösségibb szellemben működnek, mint... Igen, ház tetején. Igen, tehát itt... És mennyire környezettudatosak egyébként a kibuc? Változó, ez a kibuc összetételtől, vezetéstől, sok mindentől függ. Aha. Meg az, hogy akik nem Európából jönnek be kibucba, azok ugye más kultúrából jönnek, és sok mindent nem tudnak. Aha. Tehát meg nem is gondolkodnak rajta Isten igazából, hogy ezt másképp is lehetne. Mert milyen szempontból másképp is lehetne? Tehát például az, hogy ott van a összegerebjézett avar, és akkor azt abból tudok csinálni komposztot, tehát így abszolút nem. Tehát nem gondolkod, nem is gondol bele, hogy miből mit lehetne csinálni. Tehát nyilván aki egy európai kultúrából, vagy Európa környéki kultúrából jön, az ezt jobban tudja. Az ezt jobban tudja, illetve érdekli is. Meg lát valamit, arról eszébe jut. Itt a benszülöttek, az izraelieknek ez nem igazán jut eszébe, hogy ezt itt másképp is lehetne. Ők nem értik, hogy te miért irigykedsz a másikra, hogy mi rossz van abban, ha neki jobban sikerül az élete. Ez itt nem működik. Tehát akik itt élnek, itt születnek, itt ebben nőnek föl, őnekik az európai mentalitása furcsa. Aha. Tehát ez teljes állami szempontból ugye Magyarországon kiszámolja az ember a KSH adatok alapján, meg minden alapján, kiderül az, hogy a fizetésednek, tehát kvázi a munkaidődnek, vagy a ráfordított idődnek a 80%-át elveszi az állam. Itt mennyire baráti, tehát itt mennyire magasak az adók,
Vagy mennyire? 10% alatt vannak az adók, a társadalom biztosítás az 200-ig körül van, tehát 150-200. Mennyi az átlagfizetés? Ilyen... Hát a minimálbér átlagfizetést azt nem tudom, hogy mennyi, az ilyen 5-6000-ig körül van, de ezt csak satszolom. A minimálbér az 4800-ig. És 200-ig ebből a TB. És 200-ig a társadalombiztosítás. Természetesen, hogyha, mit tudom én, fogat akarsz, fogadra koronát akarsz rakatni, akkor azért pluszba kell fizetni, de hát ez világszerte így van. És az alapellátást ezért a 200-ig körüli összegért megkapod. Attól függ egyébként az ellátásodnak a minősége, idézőjelben mondom, hogy melyik biztosítónál vagy, tehát van több társadalombiztosító is van, lehet választani. Nekik vannak különböző csomagjaik, mi például Klalitnál vagyunk, és platina kártyások vagyunk, tehát nekünk így 200-ig a társadalombiztosítás. Ugye Magyarországra az is jellemző, hogyha vállalkozó vagy, akkor annyira ellehetetlenítenek, tehát a bürokratikus dolgokkal, itt nyilván egyszerűbb a dolog? Itt teljesen egyszerű, tehát itt gyakorlatilag 20 perc alatt nyitsz egy céget, nulla kezdőtőkével. Bemész, bejelented, hogy mivel szeretnél foglalkozni, és akkor holnaptól foglalkozhatsz vele. Kapsz egy adószámot kell csinálnod a bankban. A saját bankszámlát megkérdezik, hogy a saját bankszámláthoz akarsz-e csatolni, céges számlát, tehát együtt akarod-e kezelni, vagy külön akarod kezelni. Ennyi. Tehát Eilat konkrétan adómentes, tehát azért nem tudom pontosan az adót sem. De hogy adómentes? Adómentes város. Nem kell adóznod a munkád után? Mi nem adózunk. Mi adómentesen vásárolunk. Nem fizetünk vámot. Aha. Az is. Tehát ugye Magyarországon eleve az áfa 27% mindenre. Itt ilyen 6,5-7% van. Illetve van a 16% az adó. Aha. Tehát, hogyha van profitod, nyerességed, akkor a 16%-át fizeted be az államnak. Még ez sem igaz, mert Eilatra, mert mi Eilatra, tehát például nekem a cégre évi 10000-ig bevételig nem kell fizetnem adót. Aha. Csak az fölött. Aha. És akkor tehát vannak ilyen sávok, és attól függ, hogy hány százalékot fizetsz, hogy melyik mennyi volt a bevétel. Igen, mert Magyarországon egy vállalkozást indítasz, kurvára nem érdekli őket, hogy volt-e bevételed, vagy nem, fizess be a járulékokat, meg mindent. És emiatt megy tönkre egy csomó vállalkozás, gondolom ez itt akkor... Igen, de nem mindegy, hogy mennyi a járulék. Tehát fizethetsz magadnak nyugdíj előtakarékosságot, az itt nem is kötelező? Nem. A nyugdíj? Van egy minimum, tehát amit levonnak a fizetésből, de azon felül te még csinálhatsz plusz biztosítást, tehát plusz nyugdíjbiztosítást. A plusz nyugdíjbiztosítás az úgy néz ki, hogy elméletileg, gyakorlatilag is, tehát te befizetsz 200-ig, akkor a munkáltatód is, hogyha nem saját magadnak csinálod, akkor a munkáltatód is befizet még plusz 100-ig utánad. Tehát gyakorlatilag te fizetsz kettőt, ő ad még hozzá még egyet, tehát így 300-ig. De akkor nyugdíj, mint olyan létezik? Nyugdíj, persze. Aha. És mennyi a minimum nyugdíj? A minimum nyugdíj az 3000 pár százséggel. Aha. De vannak ilyen nyugdíjas otthonok, tehát úgy nyugdíjas otthon, hogy nem bérelsz egy lakást, hanem van egy kis apartmanod. Aha. Ott laksz, nem kell megvenned. Csak egyszerűen beköltözöl, hogyha úgy beköltözöl, mondom. Beköltözöl, igen, és akkor havi ilyen 800-ig fizetsz, de a havi 800-ig benne van az ingyenes orvosi ellátásod, benne van a szállásod, benne van az áramhasználatod, a vízhasználatod. Étkezés? Az étkezést azt, hát old meg magadnak, ha akarsz, akkor befizetsz ebédre, tehát... Gondolom az izraeli társadalom meg elég befogadó ilyen szempontból, hiszen ide rengetegen jönnek mindenhonnan a világból. A világból, igen. A világból mindenhonnan jönnek, tehát zsidók hazajönnek, tehát Indiából, Amerikából, Dél-Afrikából. Én szerintem még fent az északi sarkon is, ha vannak zsidók, ugyanúgy ők is jönnek. De egyébként jellemző az, hogy nem zsidók is akarnak Izraelben letelepedni? Rengetegen, tehát rengetegen jönnek ide, főleg Amerikából katonának 3 évre, ugyanúgy akik nem zsidók. És erre van lehetőség egyébként? Tehát
Erre van lehetőség, de hát erre pontosan a választ nem fogom tudni megmondani. Aha, világos. De mondjuk, hogy rengeteg el akarnak itt Izraelbe élni, és itt dolgozni, és itt családot nemzeni. Hát hiába félki, tehát hiába állandóan, tehát támadás alatt vagyunk, de azért itt az emberek jól meg tudnak élni. Tehát a létbiztonság nagyobb itt, mint mondjuk Magyarországon, mert csak azt tudom összehasonlítani. Tehát hogyha, ugye Magyarországon ez a fő probléma, hogy egy fiatalnak, hogyha ki is találná az életét, hogy mit akar vele kezdeni, nem biztos, hogy annyira nagy lehetőségei vannak, tehát elég nagy a munkanélküliség. Anikó mondta, hogy itt Izraelben elég csekély a munkanélküliség. Itt is van munkanélküliség, itt is ugyanúgy zárnak be boltok, meg gyárak, de nem olyan, nem akkor a százalékban, mint például Magyarországon. Aha. És itt az emberek a fizetésükből nagyon jól, nem azt mondja, nagyon jól, de el tudnak lenni, tehát ki tudnak jönni, félre tudnak tenni, és látnak perspektívát a jövőben, tehát. Pontosan. Aha. De Magyarországon most, hogy voltam nemrég, tehát én csak azt láttam, hogy az emberek sírnak, bubánatosak, nincs munka, szeretnének egyről a kettőre haladni, de lehetetlen nekik. Nincs mit csinálni. Ezért is menekül el onnan mindenki. De az nem jelenti azt, hogy majd egy 10-15 év múlva nem fognak visszamenni. Itt általában az izraeliek mennyire elégedettek a kormánnyal? Mert ugye Magyarországon ez van, hogy ott az emberek többsége bármelyik kormány van hatalmon, utálja őket, tehát utálják a kormányt a többség. Tehát itt Izraelben mennyire foglalkozik az átlag ember a politikával, vagy ezzel a részével? Hát ez nagyon szétszólt persze. Aha. De mondjuk, tehát itt megbíznak a politikusokban, tehát bíznak a szavaikban, amiket mondanak, mert... De gondolom, nem is tartják, nem? Nem is többnyire, de vannak olyan dolgok, amiket betartanak, mint például itt nálunk a mobiltelefon, hogy régen fizettél 2-3-4 ezer sékelt egy telefonszámlára. Most megfizetsz 50 sékelt, és folyamatosan beszélsz telefonon. Aha. Külföldre meg 10 sékelért 400 percet kapsz. Aha. Ami Magyarországon, tehát ez még nem jött el. Már Romániában jobb egyébként a helyzet ilyen szempontból. Most ugye arra is van rálátásom. Izrael nagyjából mezőgazdaság tekintetében önellátó, tehát nem nagyon van import. Marhát húz be, tudom, tejtermelésbe is a világon egyedülálló. És igen. Akkor azt kezdted elmesélni, kérdeztem, hogy mennyire vegyszerezik itt a növényeket. És akkor mondtad, hogy a paprikából az első termést, tehát az egyezetben... A paprikát azt tudom, mert ahol a barátaink élnek egy mosávban, ott paprikát termesztenek hatalmas nagy területen, exportálnak is paprikát, tehát ezt a kaliforniai paprikát több színben, és tehát ők mesélték, hogy az első termést, tehát évente háromszor van szüret. Aha. Tehát három szüretes szezon van. Az első termést azt mindig kidobják a kukába, mert gyakorlatilag az a gyűjtik, tehát olyan szinten van tele méreganyagokkal, hogy az káros, tehát az akár halált is okozhatna az emberekre. De utána már természetesen, tehát nincs vegyszerezve. Aha, tehát az első az igen, és az utána... Az első az igen, és utána már nincs. De jó. Gondolom, tehát a többi aha. termék is ugyanígy... Meg azt néztem, hogy itt vannak ugye ilyen nagy üzletláncok, de ezek gondolom izraeliek, tehát itt nincs Tesco, meg nincs külföldi. Nincsenek ilyen külföldi áruházláncok. Ami van, az mind helyi. Az ilyen szempontból... És itt preferálják is a helyi termékeket. Na, pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire tudatosak a vásárlók, hogy inkább izraeli dolgokat vesznek. Hát az az igazság, hogy gyakorlatilag Izrael majd nem 80%-ban maga állítja elő a élelmiszereket, tehát innentől fogva izraeli termékeket kapsz a boltban. Aha. Lehet kapni természetesen külföldiről behozott importált dolgokat is, de nem az a jellemző. Tehát zömében izraeli termékekkel találkozunk. Aha. A boltok polcain. Tényleg, és árfekvésben mondjuk az izraeli pénztárcához mi képest mennyire durva mondjuk az ár?
Tehát mi a, gondolom a hús az drágább? A hús az drágább, a marha hús az ilyen 60 sékel körül van, 50-60 sékel körül van kilója. Aha. A csirke az ilyen 20 sékeltől a 20-35-ig. Hát 20 sékel, ugye durván 1400-1500 forint, itt, igen. Itt a csirkét azt ugye nylon zacskóba látjuk, tehát a élő csirkét azt annyira nem. Aha. Aha. És itt, mert ugye Magyarországon van a nagyüzemi élelmiszertermelés, meg nagyon sok behozatal, de vannak kifejezetten ilyen bio. Itt nincsenek ilyen őstermelő. Lehet kapni itt is biotermékeket nyilván, de itt én még nem találkoztam őstermelői piaccal, csak ilyen nagyvárosokban, tehát Beersheba, Jeruzsálem, Tel Aviv. Aha. Akár. Aha. Tehát ott vannak olyan, de nem az a néni kimegy árulni, hanem tehát ők is ilyen nagyobban termesztenek, csak ők maguk adják el a saját termékeiket. Ugye Eilat eléggé úgymond elszeparált, mert 200-valány kilométerre van a... 220 kilométer a legközelebbi város. Nagyobb település, tehát érdemi település, Beersheba. Aha. És ez mennyiben gátolja a helyieket? Tehát, hogy innen elmennek sokan, vagy itt maradnak, vagy ez milyen? Tehát az őslakosság az mennyire? Ugye sok esetben mondjuk Magyarországon, meg különböző országokban a vidékiek azok mindig elmennek a városba, mert nem találnak munkát, meg mit tudom én, tehát itt ez hogy működik, hogyha valaki itt születik, itt nő föl? Gyakorlatilag annyira nem tudom, de tehát akik itt születnek, mindenkinek saját döntése, hogy elmegye, nem megye. Hogy mennyire vándorolnak el innen konkrétan Eilatról az emberek, ezt nagyon nehéz megmondani, mert folyamatosan jönnek mindig új emberek. Tehát Eilaton rengeteg az orosz, illetve a francia. Még és főleg a turizmusra épít. Akik nagy létszámban vannak, és főleg a turizmusból él Eilat, tehát itt folyamatosan cserélődnek az emberek, és így nehéz nyomon követni, hogy ki az, aki úgymond őslakos benszülött, és ki az, aki jobbra van. Izraelen belül nem nagyon jellemző a vándorlás. Aha. Tehát egy országon belül, hogy valaki Tel Avivba jöttem és elköltözöm Eilatba. X évig, és akkor utána eljön Eilatra élni X évre, nem jellemző. Aha. Aha. Tehát ha mozdulnak, akkor leginkább külföldre mennek. Uh-huh. Tehát vagy visszamennek az anyaországukba, vagy a szülőknek az anyaországába mennek vissza, vagy nagyon sokan mennek Amerikába, aha, Kanadába. Mondjuk potenciálisan tényleg a turizmus az, amiben sok lehetőség van, és itt szerintem még nagyon sok kiaknázatlan rész lehetne, amit itt meg lehetne csinálni, és gondolom ezt folyamatosan csinálják. Hát Eilat, mint turisztikai vagy turisztikai város, szerintem pár évtizede, ha működhet, tehát nagyon, tehát fiatal. Eilat az egy fiatal város, tehát az 1900-as éveknek a végén indult fejlődésnek. Tehát volt itt egy pár viskó, idézőben mondom viskó, tehát nem volt jellemző, csak Izrael mindenképpen meg akarta tartani stratégiai pontnak, és minden erővel tolták bele a pénzt. Aha. Tehát a fejlesztések, a lakások, és hagyták, hogy hadd épüljön ez a város akár a turisztikára, de nagyon fontos stratégiai pont ugye a Vörös-tenger felé egy nyitás. Persze. Az országnak. És ilyen szempontból mennyire védi önmagát? Tehát mondjuk külföldi befektetők jöhetnek mondjuk Eilatra befektetni? Igen. Vannak is. Aha. Gondolom oroszok főleg. Meg franciák. Aha. Tehát Franciaország, Oroszország és Amerika. Aha.